Covid miatt idén elmaradtak a nyílt napok a középiskolákban, pedig sokan szerettek volna személyesen is megismerkedni a pedagógusokkal, mielőtt iskolát választanak. A tanároknak is kihívás jelent ez az időszak, a legtöbb iskola online tájékoztatót készített a szülőknek. Azt gondolom, hogy minden középiskola megpróbálta körülményekhez képest kellő segítséget nyújtani a továbbtanulásban a döntések meghozatalához, és ha nem is tudtak a gyerekek személyesen részt venni a nyílt napokon, de az iskolák nagy része virtuális módon online keretek között próbált iskolabejárást, iskolabemutatást tartani, illetve minden fontos információ megjelent a továbbtanulással és a felvételikkel kapcsolatosan a középiskoláknak a honlapján, és itt így viszonylag könnyű volt tájékozódni. Természetesen minden fontos dolgot mérlegelni kell a továbbtanulás esetében, hogy mit szeretne a gyermek, milyen a tanulmányi eredménye, és hol tudná a legjobb körülmények között folytatni a tanulmányait. Ebben a honlapokon való információk nagyon-nagyon sokat segítettek, illetve a járványügyi szabályok betartásával a mi iskolánkban volt lehetőség arra, hogy a környék gimnáziumai és középiskolái eljöttek, és bemutathatták kisfilmjeinket, elmondhatták a képzési kínálatukat, hogy mit terveznek a következő tanévben. A Szent Annai Sámuel Református Gimnáziumban mindent bevetettek, hogy népszerűsítsék az iskolát a felvételizők körében. Jelenlegi járványhelyzet, egész országban állunk is természetesen, egy intézkedési terv szerinti működést írt elő az intézményeknek, így nekünk is. A felvételi eljárásunk is elsősorban erre a időszakra a digitális és a különféle infokommunikációs eszközök felhasználására alapozódik. Ez azt jelenti, hogy mi esetünkben elkészült mintegy 700 darab tájékoztató anyag az iskolának a bemutatási céljaira. Készült egy kis film, amit a Szolnok TV készített, illetve mi magunk is készítettünk egy kis bemutatófilmet az iskoláról. Jelenleg a Facebookon is jelen vagyunk, Facebook oldala van az iskolának, ahová két naponta kerül föl egy-egy volt diákunknak a véleménye, hát tulajdonképpen egyfajta tájékoztatása arról, hogy hogyan élt meg ebben az intézményben, és hogyan tudta használni azokat az ismereteket, amiket itt szerzett. Az általános iskolákba küldött anyagok mellett három esetben volt lehetőségünk, hogy személyesen is megjelenjünk még az elején az általános iskolákban, és ott a bemutatkozásunkat teljessé tegyük. Természetesen a február 19-i jelentkezési határidőig még állunk a szülők, illetve tanulók rendelkezésére is, hogyha különféle információkra van szükségük az iskoláról, akkor ezeket e-mailben vagy valamilyen digitális formában, akár a Facebook oldalon keresztül is föltehetik a intézmény vezetésének. Megszoktuk, hogy egy ilyen zsibongó, pezsgő élet van a iskolában. Most, hogyha szétnézünk, akkor látszik, hogy egy kihaltnak tűnik az egész, de azért van egy erős tevékenység itt, amit végzünk a háttérben. Ezt most digitálisan természetesen, de a jelenléti oktatásban is kell majd helytállnunk, hiszen a gyakorlatok megszervezése az jelenléti oktatásban folyik majd, illetve jelenleg is azok a tanulók, akik nem tudtak részt venni ebben a digitális oktatásban, azoknak biztosítunk számos más lehetőséget arra, hogy fél év előtt még jegyet szerezzenek. Van érdeklődés, szoktunk kérdéseket kapni, elsősorban telefonon, és néha előfordul, hogy valamilyen más formában keresnek meg, tehát e-mailen keresztül, az iskola e-mail címén keresztül. Ezekre adunk egy részletes tájékoztatást, illetve különféle bemutatókat ajánlunk, hogy tekintsék meg akár a filmeket is, hiszen az azért egy teljes körű áttekintést ad az iskoláról. De az online tájékoztatás azért nagyban segített. A központi írásbeli felvételi vizsga január 23-án lesz.